Ezek hüttő-füttő klímák, ráadásul ilyen inverteresek, tehát a legújabb megoldások. Decemberben szerelték fel ezeket a modern klímákat a siagádi polgármesteri hivatalban, de nem csak itt, az óvodában és a bölcsödében, valamint a helyi konyhában is ilyen berendezésekkel fűtenek most, mivel sokkal olcsóbbra jönnek ki, mintha gázt használnának. Példaképpen mondom, tehát a konyháknál olyan 100 000-es nagyságrend volt, tehát 100 plusz-minusz 5 000. Az első számla az 1 millió fölötti volt, tehát ebből adódóan azért látszik, hogy egy 12 hónapra számolva és általányt fizetünk, hogy mennyi lenne ez a pluszköltség. De nem csak így spórolnak a településen. Péntekenként például a polgármesteri hivatal munkatársai otthonról dolgoznak, valamint az önkormányzati épületek nem használt részeit lezárták ideiglenesen. Siagárd egyébként az államtól 3,3 millió forintot kapott első körben rezsitámogatásként, amit a számlákra és például diákétkeztetésre fordíthatnak. Ezzel fellélegezhetnek az önkormányzatok. Én a kollégákkal is beszélve mindenki azt mondta, hogy szerinte ez így teljesen korrekt. Most ugye erre a térről beszélünk, aztán majd meglátjuk a jövő tél az hogy alakul, de most azért az órunkat kidugtuk a víz fölé mindenki. Siagárdon a fejlesztésekről sem feledkeztek meg. Idén is számítanak a településen a Magyar Falu és a TOP plusz pályázati támogatásaira.